Filmünk elkészítését támogatta a Muzsikás Vendégház farkaslakáról, ahol a legfinomabb székelyes ételeket kóstolhatjátok meg. Főúton, ami vezet ugye Tordáról Kolozsvárra, ott kell letérni, copaceni, úgy van kiírva ennél a kis falucskánál balfele, és itt már a messzeségben fel is tűnik előttünk a turi hasadék. Kis csapatunkkal úgy gondoltuk, hogy felfedezzük a turi hasadékot, hiszen ez jóval kevésbé ismert, mint a tordai hasadék. Jóval nehezebb is végigjárni, hiszen rengeteg helyen kötélsodronyokba kell kapaszkodni, de tartsatok velünk a filmünkben, és ne felejtkezzetek feliratkozni ide a YouTube csatornánkra. A túri, azaz a tordatúri hasadékot a tordai hasadéktól északra Kolozsvártól délre Tordatúr és Koppánt falvai közt találjuk. A völgy maga a Rákpatak mentén alakult ki, hossza 2 kilométer, és a völgy mélysége 100-150 méter között váltakozik. Hát itt a túri hasadék egy közkedvelt célpontja a kolozsváriaknak, ugye kijönnek, esznek, isznak, grilleznek. Maga a völgy a természetjárók és a sziklamászók paradicsoma. A mészkőben kialakult völgy rendkívül dekoratív. 29 barlangot rejt, több vízesést, márvány kádacskákat, természetes hidakat, dolinákat, sziklatűket és tornyokat, kőomlásokat csodálhatunk itt meg. A barlangok rövidek, a legnagyobb, a Szilex is csak 64 méter hosszú. És jövünk is be a túri hasadékba. Hát elég impozáns sziklatömbök vannak már most is itt a fejünk fölött. Ezt nézem, itt egy kicsit rendbe rakták a köveket. Végig az egész szurdokba hallani a patakot, ahogy itt zúg mellettünk. Kár, hogy nem a patak mellett lehet jönni. Biztos nagyon látványos lenne. Éppen itt látok egy zúgót. Na! Hát az elég meredek itt lefele. Na éppen mondtam, hogy kár, hogy nem lehet lejönni a patakhoz, és itt is a patak. Hát itt sokkal látványosabb. És van egy kék pont. Jó kis bővízű patakán, bár mostanában volt csapadék bőven. Sziklák között rengeteg gyík szaladgál. Aztán van, ahol itt egy kicsit ilyen malajos a víz. Mint a talaj. Ú, de szép ez is, itt szemben nézzétek. Ha meg ez a sziklafal, nagyon jól néz ki. Hátrébb is. Hát ezt igazából ugye egy filmfelvétel nem tudja visszaadni. Majd
Hát, nagyon vadregényes. Igaz? És találunk egy információs táblát, ami ki van írva magyarul is. Minden nyáron jövünk Torockó és környékére kirándulni, és amint látjátok, hát ez is egy izgalmas célpontja a kirándulásunknak, a Turi hasadék. Itt a rohanó patak mellett. Befutott egy újabb versenyzőnk. Hát ez nagyon vadregényes, tetszik Csongor? Elképesztő változatos sziklaformákat mosott ki a patak, az erózió, az időjárás, a mészkő szírtekbe. Hát akárki akármit is mond, ez a Turi hasadék, ez sokkal vadregényesebb, mint a tordai. Hát csak nem egyszerű ugye eljutni pont azért, mert ugye rengeteg helyen mászni kell. Hogy tetszik Anna? Jobb, mint a tordai hasadék? Sokkal! Ez ízes! És ott mászik Marika. Nagyon csúcsik.
Lassan a Turi hasadék végére érünk. Csodálatos egy hely, de az ne vágjon neki, aki nem bírja el legalább a saját testsúlyát. És érdemes hozni kesztyűt is, amikor kapaszkodsz a drótkötélbe. Na gyere! Gyere! Valaki lerövidíti az utat. Lassan végére érünk a Turi hasadéknak. De még itt is vannak vagy 100 méteres sziklafalak fölöttünk. Hát a filmfelvétel az nem tudja visszaadni ennek a nagyságát, szépségét. De, amint látjátok, itt is van jó pár PET palack. Civilizáció elért ide is. És ez itt a másik vége a Turi hasadéknak. Egy kőbánya. Annyira magas falak nincsenek, mint a tordai hasadékba, de izgisebb, igaz? Hát szép kis körút. Hát érdemes alul oda vagy visszamenni, és aztán fölül, hogy fölássátok fölülről is.